Helyi adók. Szeptember 15-ig kell befizetni a második fél évre esedékes pénzösszeget. Új játszótér. Együtt tölthetik az időt egészséges és fogyatékkal élő gyerekek. Játéknap a Lego gyárban. Leállt a gyártás. 4 órán keresztül játszottak a dolgozók. Híradó a Nyíregyházi Televízióban. Jó estét kívánok! Szeptember 15-ig kell befizetni a 2016 második fél évére esedékes helyi adókat. A fizetési kötelezettség a polgármesteri hivatal által küldött csekkel vagy banki átutalással teljesíthető. A polgármesteri hivatal felkészült az adózók fogadására. Szeptember 15-én egész nap rendkívüli ügyfélfogadással várják őket. A Nyíregyházi Polgármesteri Hivatal adóosztálya napokban postázta a városlakóknak a nyilvántartott adózók folyószámla egyenlegét tartalmazó értesítéseket. A levél tartalmazza az adózó elmaradt tartozását, a 2016 második fél évére esedékes helyi adókat, valamint a gépjárműadót és az esetleges késedelmi pótlékot. Megkapják a levelet az egyéni vállalkozók, a társas vállalkozások és azok a magánszemélyek, akik gépjárművel vagy adóköteles adótárggyal rendelkeznek. Nyíregyházán a legtöbb városlakót a gépjárműadó érinti, a városban 40 ezer jármű után kell adót fizetni. A gépjárműadónál az elmúlt évekhez képest nem történt változás, a 7 éves gépkocsik esetében történik egy adófizetési kötelezettség csökkenés, erről minden esetben határozatban értesítik az ügyfeleket. Nyíregyházán a gépjárműadó mellett adófizetési teher még az iparűzési adó, az építményadó és az idegenforgalmi adó is. Nyíregyházán szeptember 15-én iparűzési adóból megközelítőleg 2,5 milliárd forint adóbevételre kívánunk szert tenni, építményadóból megközelítőleg 1 milliárd forint, gépjárműadóból, illetve az összes többi adónemből, illetve kötelezettségből pedig megközelítőleg 300 millió forintot remél a nyíregyházi önkormányzat. Nyíregyházán ebben a fél évben eddig megközelítőleg 5 milliárd forint helyi adó folyt be, a költségvetési teljesítés ezzel az 50%-ot elérte. Egész évre ugyanis 10 milliárd 100 millió forint a betervezett összeg. A legfontosabb adó nem az iparűzési adó, amelyből megközelítőleg 7 milliárd forint bevételt remél az önkormányzat. Már ennek a fele is beérkezett a költségvetéshez. Építményadóból 3 milliárd forint bevételre számítanak. A pénzösszeg nagy része már ebből az adónemből is befolyt. A második fél évre esedékes helyi adók befizetésének határideje szeptember 15-e, ezt csekken vagy átutalással is lehet teljesíteni. Az adófizetés határidejének napján a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálata rendkívüli ügyfélfogadást tart, reggel 8 és délután 5:30 között várják az adózókat. Ünnepélyes keretek között átadták a Rotary Klub kezdeményezésére a Magyarországon eddig egyedülálló integrált játszóparkot a Szabadság téren. Több mint 10 millió forintból egy olyan park épült, ahol a fogyatékkal élő és az egészséges gyerekek együtt játszhatnak a speciális és biztonságos eszközökkel. A Rotary Klub Nyíregyháza kezdeményezésére a nyíregyházi önkormányzat támogatásával elkészült a hazánkban eddig egyedülálló integrált játszópark a Szabadság téren. Az átadó ünnepségen dr. Kovács Ferenc polgármester köszöntőjében hangsúlyozta, újra bebizonyosodott, hogy összefogással bármire képesek lehetünk. Nagyon örülök, hogy elkészült ez a játszótér. Nem az első projektünk a Nyíregyházi Rotary Klubban. Nagyon-nagyon örülök, hogy ilyen aktívak és ilyen nemes kezdeményezésekkel kerestek meg bennünket minden évben. Remélem ez a jövőben is így lesz. Az integrált játszópark ötletének megszületése után együttműködési megállapodás született a Nyíregyházi Önkormányzat és a Világszervezet között arról, hogy a Rotary Klub adományozók segítségével megvásárolja a park kialakításához szükséges 17 darab játszótéri eszközt, az ütéscsillapító gumitéglákat, a térburkoló anyagokat, a korlátelemeket, majd átadja ezeket a városnak. Az önkormányzat pedig azt vállalta, hogy a játszóparkot megépíti, és gondoskodtak az ütéscsillapító ágyak, a járda, a játszótéri eszközök között található sétányok, az öntözőrendszer, valamint az új gyepszőnyek kialakításáról, amelyhez a forrás szintén a város biztosította. Dr. Nagy Ferenc, a Rotary Klub Nyíregyháza soros elnöke beszédében az esélyegyenlőség megteremtését emelte ki, és természetesen méltatta a leköszönő elnök Ták István kezdeményezését.
Nyíregyházán és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében nagyon sok fogyatékkal élő gyermek él, és nagyon sok család küszködik azzal, hogy ezeket a gyerekeket nem tudják a közösségbe vinni, illetve ha tudják is, a gyerekek nem tudják használni azokat a játszótéri eszközöket, melyek jelen pillanatban a közterületen elhelyezésre kerülnek. Ezért gondolta a Nyíregyházi Rotary Klub azt, hogy 2015-16-os évben ez lesz a kiemelt projektje a klubnak, hogy Nyíregyháza belvárosában létrehozzunk egy olyan játszóteret, amit fogyatékkal élő gyerekek teljes mértékben tudnak használni, illetve integrálásra is alkalmas lesz egészséges gyerekekkel való együttjátszásra. Az ünnepélyes átadáson a park emlékkövét dr. Kovács Ferenc polgármester, dr. Nagy Ferenc a Rotary soros elnöke, Pták István leköszönő elnök és dr. Gönczi Sándor az Electrolux Lehel Kft. Vezérigazgatója közösen leplezte le. A rövid zenés műsor és flashmob után a gyerekek birtokukba vették az új játszóteret. Többek között kipróbálhatták azt a hintát, amelyben elfér a kerekesszék, de az akadálymentesített várkomplexum is nagyon népszerű volt. A fiatalok érdekképviselete szempontjából fontosnak tartja a Rólunk Szól elnevezésű ifjúságpolitikai kerekasztal beszélgetések megszervezését az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség. Ezt mondta a nyíregyházi sajtótájékoztatójukon Kis András, a szervezet alelnöke. Hangsúlyozta, jelenleg a kormánypártok ifjúsági szervezeteinek kell felvállalni a párbeszédek kezdeményezését a parlamenti pártok ifjúsági szervezeteivel. Fontos, hogy a fiataloknak legyen jövőképük, akár tanulásról, munkáról vagy otthonteremtésről legyen szó, de a szabadidő hasznos eltöltésének lehetőségeiről is érdemes beszélni. Az alelnök bejelentette, hogy ősszel megyei szinten is megszervezik a kerekasztalt. Dobránszky Dániel, az IKS nyíregyházi elnöke a tavaszi városi párbeszéd tapasztalatait értékelte. Itt a Jobbik, a LMP-nek az ifjúsági szervezete, az MSZP-nek az ifjúsági szervezete, ugye a Societas, valamint a Fidesznek az ifjúsági szervezete, a Fidelitas is megjelent, és nagyon pozitív visszajelzéseket kaptunk, és ők is úgy gondolják, hogy ezeknek a beszélgetéseknek, ezeknek a kerekasztal beszélgetéseknek van értelme, és ők is szeretnék ezt folytatni. Kiemelten ellenőrzi a mozgáskorlátozott parkolók használatát a közterületfelügyelet a Vidor Fesztivál ideje alatt. Az intézkedésre azért van szükség, mert ilyenkor többen közlekednek gépkocsival, és gyakrabban történik szabálysértés is. Ma kezdődik a Vidor Fesztivál, amelyre évek óta mindig nagy az érdeklődés. Annak érdekében, hogy a fogyatékkal élők mozgásukban korlátozottak esélyegyenlősége a kultúra területén is érvényre juthasson, a polgármesteri hivatal közterületfelügyelete augusztus 26-ától egy héten keresztül kiemelten ellenőrzi a mozgáskorlátozottak részére fenntartott parkolók igénybevételét. Kezdődik a Vidor Fesztivál, amely elég hosszú fesztivál lesz. Tehát a mellettünk lévő integrációt is át fogják adni, amely elsősorban a fogyatékossággal élőknek készült, illetve hát szeretnénk azt biztosítani, hogy a fesztivál ideje alatt is, akik mozgásában korlátozottak, a nekik fenntartott helyeket nyugodtan tudják használni a fesztivál ideje alatt. A belvárosban összesen 25 mozgáskorlátozott parkoló van. Forgatásunkkor az egyiket 5 perc leforgása alatt ketten szerették volna jogtalanul igénybe venni. Pedig a parkolási tilalmat, illetve hogy a hely mozgáskorlátozottaknak van fenntartva, az aszfaltra festett útburkolati jel és tábla is mutatja. Ilyen jellegű szabálysértést évente átlagosan 500 esetben követnek el a közlekedők. Idén augusztusig is már több száz alkalommal kellett intézkedni, mondja a szakember. Nem árt tudni, hogyha valaki jogtalanul vesz igénybe a mozgáskorlátozottak számára fenntartott parkolóhelyet, szabálysértést követel és 50 ezer forintos helyszíni bírságra számíthat. Feljelentés esetén ez az összeg 100 ezer forintos bírságot jelent. Azoktól pedig, akik a mozgáskorlátozottak részére kiadott parkolási igazolványt jogszerűtlenül használják vagy visszaélnek vele, tettenérés esetén a közterület felügyelet munkatársainak kötelesek azt átadni. Szeptember 30-áig még pályázhatnak támogatásra a házi orvosok. Idén is meghirdette a házi orvosi praxisok fejlesztését célzó pályázatát a Nyíregyházi Önkormányzat. Az egészségügyi támogató alapprogramban a megyeszékhely 102 praxisa igényelhet visszanemtérítendő támogatást. Az egészségügyi támogató alapprogramban idén 12 millió forint áll rendelkezésre. A házi orvosi praxisok 3 kategóriában pályázhatnak a támogatásokra. Fejleszthetik orvosi műszer, gép és eszközparkjukat, felújíthatják a rendelőjüket, korszerűsíthetik informatikai rendszerüket, valamint komfortosabbá tehetik a várótermeket.
A házi orvosok minimum 50, maximum 400 ezer forintos támogatásra pályázhatnak, kategóriánként 40, 50 és 60 százalékos önerő biztosításával. A támogatási pályázatokat személyesen vagy levélben lehet benyújtani a Primum vállalkozás élénkítő alapítványhoz. Leállt a gyártás a LEGO gyáraiban. 4 órán keresztül ma csak játszottak a dolgozók, természetesen legóztak is. Mindjárt mondjuk a részleteket, előtte nézzük a nap további híreit. Villanyoszlopnak ütközött egy személyautó Nagykálóban. A gépkocsi Kálósemjén felől érkezett. A sofőr a belvárosban egy kanyarban elvesztette uralmát a jármű fölött. Az autó egy villanyoszlopnak ütközött, és több bokrot és cserjét is kisodort. A balesetben senki nem sérült meg. Gyermeket sodort el egy személyautó vezetője Nyíregyházán a Stadion utcán. A kislány édesapjával a kijelölt gyalogátkelő helyen ment át, amikor egy arra közlekedő gépkocsi elsodorta. A jármű vezetője azt mondta, nem látta a gyalogosokat, mert elvakította a nap. A gyermeket könnyebb sérülésekkel kórházba szállították. A baleset okát még vizsgálják a szakemberek. Két autó összeütközött a Szegfű utcán. A gépkocsi Örökös föld felé tartott, a vezetője sávot váltott, és közben neki ment a mellette haladó járműnek. A balesetet okozó gépkocsi még egy kereszttáblát is kidöntött. A balesetben senki nem sérült meg, de jelentős anyagi kár keletkezett. Parkolóban álló járműnek ütközött egy konténert szállító gépkocsi Nyíregyháza belvárosában. A Hősök terén a konténeres jármű az ott álló szobor tövébe tolatott, és közben neki ment egy a parkolóban várakozó személyautó hátuljának. A balesetben anyagi kár keletkezett. Útjavítást végeznek a Korányi Frigyes utcán, a Kródi Gyula utcán és a Garibaldi utcán. Az útszakaszokon felbontották a járdát, amelyeken kerékpárút is áthalad. Az utak új burkolatot kapnak. Helyreállítják a járdát és a kerékpárutat a Ferenc körúton is. A munkálatok a jövő héten is tartanak, a munka befejezéséig az útszakaszokat a gyalogosok és a kerékpárosok elől is elzárják. 4 órán keresztül a világ összes legógyárában leállt a munka. A Dán Multi egy speciális nappal ajándékozta meg a munkatársakat. Ennek köszönhetően világszerte közel 20 ezer alkalmazottnak szerveztek kreatív foglalkozásokat. A Play Day-t a tulajdonos család találta ki. A céljuk az volt, hogy a munkatársak is megérezzék a játék örömét. A LEGO nyíregyházi gyárában 2800-an játszhattak ma délelőtt. Volt, aki tornyot és volt, aki versenyautót állított össze a világ legnépszerűbb kockáiból péntek délelőtt a nyíregyházi legógyárban. Az alkalmazottaknak nem kellett dolgozni, sőt meg a gyárba sem kellett bemenni. Hatalmas sátrakban különböző foglalkozások, kreatív játékok várták őket, na és persze legózni is lehetett. Fura dolog, hogy most nem készítjük a játékokat, hanem játszunk velük. Kínától Mexikóig a világ összes legógyárában leállt a munka mai napon 4 órán keresztül. A Dán Multi 18 ezer alkalmazottja élvezhette a játék örömét. Nyíregyházán összesen 2800 munkatárs legózott önfeledten. Szuper izgalmas, és szerintem nagyon írtó-írtó jó dolog, hogy egyszerre mindenki megáll 4 órára, leállnak a gépek, lekapcsoljuk azt a bizonyos nagy gombot, és itt lehetünk együtt a többiekkel is. Örülhetünk, játszhatunk. A LEGO Play Day-t, azaz a játéknapot első alkalommal szervezték meg. Az ötletgazdák szerint ez kreatív energiákat szabadít fel, és jó hatással van a munkatársakra. Ez az ötlet a LEGO csoport tulajdonosától, illetve tulajdonos családtól jött. Ők találták ki azt, hogy legyen egy nap az évben, amikor azok az emberek, akik egyébként a LEGO játékokat gyártják a gyerekek számára, na ők játékkal, önfelett játékkal tudják eltölteni legalább egy napjukat, mert hogy egyébként nem biztos, hogy szánunk erre elég időt. A nyíregyházi játékgyárban közben már a következő év nagy beruházásaira is fókuszálnak. 100 millió euróból újabb csarnokot épít itt a tulajdonos, mivel bővítik a gyártó kapacitást. A tervek szerint újabb 1600 fővel növelik az alkalmazottak létszámát is. Bejutott a selejtező harmadik utolsó fordulójába az amerikai nyílt teniszbajnokságon Fucsovics Márton. A világranglistán 156. magyar játékos a kvalifikációban 29-ként kiemelt argentin Máximo González győzte le.
Kanadai ellenfél ellen kezdett Fucsovics Márton a US Open selejtezőjében. A világranglista 156. helyén álló magyar teniszezőnek ez már a 15. nekifutása a főtáblára jutásra, ami eddig egyszer sem sikerült. Az első meccsén mostanál a három helyjel hátrébb rangsorolt Péter Polanski volt az ellenfele, aki 2010-ben már nyert US Open-en meccset. A selejtező első fordulójából Fucsovics Márton továbbjutott, három játszmában győzött Péter Polanski ellen. A US Open második selejtező körében Fucsovics az argentin Maximo González ellen lépett pályára, és szett hátrányból fordítva legyőzte a kvalifikációban 29. kiemelt játékost. A nyíregyházi teniszező így bejutott az amerikai nyílt teniszbajnokság harmadik, utolsó fordulójába. Az év utolsó Grand Slam tornáján a 128-as főtáblára jutásért Fucsovics Márton ellenfele az olasz Lorenzo Giustino lesz. Híradónk végén nézzük a legfontosabbakat még egyszer néhány mondatban. Szeptember 15-éig kell befizetni a 2016 második félévére esedékes helyi adókat. A fizetési kötelezettség a polgármesteri hivatal által küldött csekkel vagy banki átutalással teljesíthető. A polgármesteri hivatal felkészült az adózók fogadására. Szeptember 15-én egész nap rendkívüli ügyfélfogadással várják őket. Ünnepélyes keretek között átadták a Rotary Klub kezdeményezésére a Magyarországon eddig egyedülálló integrált játszóparkot a Szabadság téren. Több mint 10 millió forintból egy olyan park épült, ahol a fogyatékkal élő és az egészséges gyerekek együtt játszhatnak a speciális és biztonságos eszközökkel. 4 órán keresztül a világ összes legógyárában leállt a munka. A Dán Multi egy speciális nappal ajándékozta meg a munkatársakat. Ennek köszönhetően világszerte közel 20 ezer alkalmazottnak szerveztek kreatív foglalkozásokat. A Play Day-t a tulajdonos család találta ki. A céljuk az volt, hogy a munkatársak is megérezzék a játék örömét. A LEGO nyíregyházi gyárában 2800-an játszhattak ma délelőtt. A nyíregyházi televízió híradóját látták. A legfrissebb hírekkel legközelebb hétfőn jelentkezünk, hétvégén pedig a szokott módon heti hír összefoglalóval. Munkatársaim nevében is köszönöm egész heti figyelmüket. További kellemes televíziózást kívánunk, viszontlátásra!